Itt Pécsett a Király utcában próbált egy 81 éves nőtől pénzt szerezni, a vád szerint az a férfi, aki ellen már folyamatban van büntető eljárás hasonló elkövetés miatt. Egy családi tragédiára hivatkozva kért pénzt az idős nőtől. Előadta, hogy családi tragédia érte, ugyanis ikergyermekei születtek, az egyikük meghalt, a felesége kórházban van, és anyagi segítségre lenne sürgésen szüksége. Ezért 30 ezer forintot kért kölcsönbe. Az idős hölgy megsajnálta a férfit, és mondta neki, hogy kíséri el egy közeli bankautomatába, ahol pénzt tud kivenni. Azonban nem jutott eszébe a PIN-kódja, ezért azt ajánlotta a férfinek, hogy menjenek be egy bankfiókba a pénzt felvenni. Menet közben azonban a férfi többször hangoztatta a hölgynek, hogy erről a beszélgetésről, erről a kölcsönről ne szóljon ismerőseinek, illetőleg családtagjainak, és ez gyanússá tette őt az idős hölgy számára. Ezért amikor a bankfiókba értek, ott az ügyintézőnek elmondta, hogy szerinte csalás áldozata lesz, ezért ne kapjon, vagy ne adjon pénzt neki az ügyintéző. A sértett segítségkérésére tekintettel az ügyintéző az ügyfélváróba ment, időközben azonban a vádlott távozott a bankfiókból. A bűncselekmény így tulajdonképpen nem fejeződött be. Az ügyészség indítványt tett a férfival szemben, hogy a korábbi ügyéhez egyesítse ezt a vádat is, ugyanis a férfival szemben jelenleg is két büntetőeljárás van folyamatban a Pécsi Járásbíróságon, ahol hasonló módon idős sértetteket tévesztett meg. Hasonló tragikus történetet adott elő a vád szerint a többi esetben is. A 47 éves Tolna megyei férfi tette a csalás minősített esetének a megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés, tájékoztatotta a Baranyi megyei főügyészség.